Az elmúlt évben már az ország legnagyobb strandfoci rendezvénye volt a 2012-ben elindított sóstói nyári torna. Ebben az esztendőben a szervezőknek már limitálniuk kellett az indulók számát, végül 6 megye 18 településéről érkeznek csapatok a 4. strandfoci fesztiválra. 12 csapattal indult ez a torna el, most viszont eljutottunk a 4. torna alkalmával, hogy sajnos már vissza kellett mondanunk nevezéseket, hiszen eredetileg 36 csapatra dolgoztuk ki a lebonyolítási rendet, viszont a túljelenkedés miatt meg kellett emelnünk 40 férfi csapatra, és 4 női csapat is mérkőzik majd az Onyx Casino kupáért. Bár futballról van szó, a strandfoci egészen más képességeket kíván a játékosoktól, mint a sporták fűvön vagy parketten űzött változata. Ez a játék teljesen más, hiszen gyakorlatilag ugye az a mondás a strandfocival kapcsolatosan, hogy a 80%-át a labda és a játékos a levegőbe tölti, hiszen óriási ollózások vannak, igazán technikai, komoly technikai képességekkel kell rendelkezni a játékosoknak. Már másabbak a szabályok, de itt most már mindenki megtanulta ezt, és nagy élvezettel, igazi buli hangulatba játsszák a mérkőzéseket. Közel 90 mérkőzést fogunk lejátszani, 4 nap alatt érdemes lesz kilátogatni a strandra. A torna csütörtök reggel 9-kor a nők meccsével indul, a férfiak 11:30-kor lépnek először pályára. A szervezők reményei szerint a győztes vasárnap délután 6 órakor veheti majd át a kupát és a 100 000 forintos pénzdíjat.